Idén 22. alkalommal rendezték meg az Országos és Nemzetközi Burgonya Tanácskozás fajta és növényvédelmi technológiai bemutatót Gyulatanyán. A találkozóra az ország több pontjáról érkeztek vendégek. A szakma krémje úgymond gyűlik össze, és ennek következtében Gyulatanya egy ilyen zászlóshajó jelleggel bír itt agrártéren. Régen is nagyon-nagyon jó állami gazdaság működött, de most pedig itt a Fajtakutatóintézet, amelyet Augustin András vezet, szintén nagyon-nagyon sok pozitív dolgot hoz ide Nyírtelekre. Én már ebbe az évben is volt már egy hasonló fajta bemutató. Mindig nagyon-nagyon sokan eljönnek, tudnak egymással beszélgetni, megosztják egymással a tapasztalataikat, és az agráriumnak ez egy mindig-mindig egy hatalmas-hatalmas rendezvénye lesz, és mindig pozitív szájízzel megy haza mindenki. A szántóföldi szemlén ebben az évben is körbevezették a szakma képviselőit és az érdeklődőket, hogy a több mint 30 fajta burgonyát egyenként tudják bemutatni. Ilyen pillanatban 32 fajta burgonyát mutatunk be. Ez öntözvíz, ez egy csöpögtető öntözéssel történt. A tápanyagos cégek hathatós közreműködésével nagyon szép az állomány a szakemberek egyöntetű véleménye szerint. Szakemberek szerint fontos, hogy a termelők az új fajtákat a köztudatba be tudják vezetni, így népszerűsítve azokat. A nyírségi burgonya a tapasztalatok szerint még mindig népszerű. A nyírségi burgonya fajták azért történelmileg egy nagyon-nagyon sikeres és nagyon-nagyon meghatározó burgonya fajta család volt. Gondoljunk például ennek a zászlóshajójára, a gülbaba fajtára. Jellegzetessége ezeknek a fajtáknak, hogy mivel a nyírségi Szabolcsi régióban történt a nemesítésük, így ehhez a térséghez jól tudnak alkalmazkodni, szárazságtűrésük megfelelő, illetve ma már a leromlás, a vírusos leromlás elleni védekező képességük is jóval-jóval hatékonyabb, ezért azt gondolom, hogy jó választás ezeket a fajtákat termeszteni ebben a térségben. A burgonya termesztés országszerte visszaesett, amíg a 2000-es években 7000-7500 hektáron termeltek burgonyát, az elmúlt években ez a szám 1200-ra esett vissza. Ennek hátterében több ok is áll. Öntözni kellene a területet manapság, anélkül már elképzelhetetlen. A műelőeszközök több millió forintba kerülnek, a betakarításkor munkaerőigényes, és nem nagyon van elérhető munkaerőigény vagy a környéken. A találkozón főzőversenyt is szerveztek, ahol szintén a burgonya állt a középpontban. Az elkészült ételeket végül zsűri értékelte, amelynek az elnöke Szoboszlai Gyula világbajnok mesterszakács volt.